Parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Demokratikus Koalíció tegnap esti tüntetések miatt. A párt szerint a feloszlatás körülményeit mielőbb ki kell vizsgálni. Az Egyenes Beszéd kontrában Varjú László, Trónai Egon mellett Szerető Szabolcs és Szurok András kérdezi. Jó estét, képviselő úr, jó estét a kollégák. Jó estét. Mielőtt belevágnánk, azelőtt nézzük meg, hogy mi történik ma, mert amit a kedves nézők az előbb láttak, azok tegnapi képek. Vannak viszont egészen friss élőképeink is Budapest belvárosából. A Nyugati téren például harangozó Csilla kolléganőm várja a kapcsolást. Nem tudom, onnan már elmente a tömeg, vagy te várod most, Csilla, hogy odaérjenek? Innen már elment, mögöttem még a rendőrautók látszanak, szervuszágon köszöntök mindenkit. Itt mellettem még láthatóak esetleg rendőrök, akiket láttam, hogy még kísértek embereket, de mennek tovább a Deák Ferenc tér felé. Nagyon gyorsan közlekednek, ugyanis elég hideg van, meglehetősen hideg van, úgyhogy a tempójuk a diákoknak, illetve a tüntető embereknek meglehetősen gyors. Úgyhogy itt ugye az Oktogon környékéről, ahogy most átjöttek ide a Nyugatihoz, és most mennek tovább a Deák Ferenc tér felé, meglehetősen gyors. Annyit tudunk, hogy biztosan a Kossuth térnél fognak majd végezni, és ott várhatóak majd beszédek. Ez ugyanaz a tömege, amelyik korábban a Lánchídon látható volt, és akiket megmutattunk egy fél órával, 3-4 órával ezelőtt, mert ez mintha egy másik irány lenne. Másik irány, de ugyanarról jött. Tehát, hogy innen megy a maga a tömeg, innen vonul, és majd a legvégén fognak a Kossuth térhez beérni. Az arcok ugyanazok, ugyanazt skandálják, úgyhogy a tömeg az ugyanaz. Azt mondják, hogy ez nagyjából a tömegnek a 95%-a. Egy páran egyébként nemrég voltunk a Kossuth téren is, mert mi így kocsival jöttünk és úgy kerültünk, úgyhogy a Kossuth téren is vannak még emberek, várják őket, tehát várják, hogy visszérkezzenek, viszont ez a tömeg még tesz egy pár kört, gondolom, ha jól sejtem, ugyanis még gyűjtik az embereket itt az utcákon. Mennyien vannak ez a gyűjtés, ez hogy halad? Fruzsina kolléganőd, aki egy fél órával ezelőtt beszámolt erről, mondta, hogy hívogatják az utcákról, a házakból az embereket, és nagyon sokan csatlakoznak is, ezt te meg tudod erősíteni? Így van, az utcákból, a házakból, illetve a kocsikból is, tehát olyannak is szemtanúja voltam, amikor kocsikból szólogattak be emberek, hogy hát gyere, parkolj le és gyere velünk tüntetni. Úgyhogy ezekre mind-mind van példa. Gyűjtik még az embereket, az egész meretnek az a koncepciója, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez az egész tüntetéshez, és hogy a végén pedig majd beérjenek a Kossuth térre. Harangozó Csilla, köszönöm szépen, Molnár Fruzsinát is kérdezzük majd nem sokára, hogy ő mit lát. Úgyhogy hallanak még a tüntetésről itt az Egyenes Beszédben is, és már most elmondom, hogy 9:30 rendkívüli híradóval jelentkezik itt az ATV-ben, ahol szintén a tüntetés lesz a fő téma. Most viszont akkor még a tegnapi nap, meg a mai, ugye a tegnapi nap folyamányaként a jogi és egyéb eljárások, amelyek megindultak, és amelyeket az DK is kér, de még mielőtt erre rátérnénk, nem tudom, beszélgetett már valaha annyit Orbán Viktorral, mint tegnap? Ez is egy egyoldalú beszélgetésre sikerült, de egyébként sosem. Mi nem találkoztunk annyit. Van egy olyan bizottsággyűlés, amikor az Európa Tanács ülés előtt is egyébként a múlt héten volt, amikor a miniszterelnöknek kötelessége, hogy beszámoljon a frakcióvezetőknek és bizottsági elnököknek. Én gyakorlatilag bizottsági elnökként meghallgattam a miniszterelnök urat már néhányszor, vagy a parlamentben is, de ilyen közeli beszélgetés. Én most fordítva alakult, most meg a miniszterelnök úr hallgatta meg önt. Megkérdezett, de hát én jól emlékszem, semmire nem kapott választ, még egy mondatnyit sem. Hát az elején még úgy éreztem, hogy mintha lenne benne fogékonyság arra, hogy akkor végig gondolja azt, hogy igen, ezt a törvényhozatalt, ezt meg lehet állítani, és ő képes lett volna megállítani. Az ő felelőssége végül is az, hogy idáig fajult a helyzet, hiszen az elmúlt 2-3 hét alatt, mióta a benyújtás megtörtént, ugye ennek volt egy hullámzása, mikor úgy tűnt, hogy ennek lesznek valamelyest engedékenyebb megoldásai, majd ezek eltűntek és bekeményedett, és én úgy érzem, hogy itt inkább az a hangulat vált érvényessé, hogyha a kisvasút eddig nem megy és tiltakoznak, akkor megyünk még tovább, és benne maradt, és még keményebb lett, kikerült belőle az, hogy kollektív szerződésben kelljen mindezt szabályozni, tehát itt egy nagyon kemény álláspont alakult ki, és azt gondolom, hogy ezt nem tehette más, mint a miniszterelnök. Az ő döntése alapján született meg, és az ő lett volna az, aki ezt megállíthatja. Hát mondjuk közjogilag, hogy állíthatta volna meg a miniszterelnök a parlamenti munkát? Akár azzal, hogy egy szünetet kérnek, felfüggesztik ezt az egészet. Nem ő volt a beterjesztője azért ennek a javaslatnak. De én azt gondolom, hogy neki talán lehetett volna annyi hatása, akár Kósa képviselőre, akár Szatmári képviselő úrra, akik egyébként ott konkrétan már azt állították, hogy ők sem tudják megállítani ezt a történetet, de végső esetben nyomhattak volna nemet, és azt mondani, hogy nem kérjük akkor ezt a törvényt. És egyébként volt olyan fideszes képviselő, aki bármit reagált az ellenzéki képviselőknek, mert ugye az látszott az élő Facebookos közvetítések
ebből, hogy mindenkihez próbáltak oda menni, sőt az is, hogy ön például Arató Gergellyel a pódiumra is fölment, és onnan szónokolt valamit, amit nem nagyon lehetett hallani, de hogy volt bármiféle reakció önök felé, tehát az, hogy, hogy elmondtak önöknek bármit a fideszesek? Inkább egy ilyen befelé fordulás, egy ilyen begubózás. Van, aki lehajtotta, vagy voltak, akik lehajtották a fejüket, és inkább szégyellik ezt az egész történetet, hogy belekeveredtek ebbe, és volt, aki pedig inkább vitázva, sőt ellenállva, ott a miniszterelnök mellé odaállva, a miniszterei, hiszen fizetett emberei, tehát mit tudnak ők más tenni. De azt hiszem, hogy ők ezt inkább a saját érdekükből tették, tehát nem csak ezért. Ők azt a politikai felelősséget úgy gondolom, hogy már áthárították Orbán Viktorra, ő felelős azért, hogy a dolgozóknak és az embereknek egy nappal többet kell dolgozni. Ezt a Fidesz körömszakadtáig tagadja annyira, hogy már ugye megjelent egy több pontból álló cáfolat sereg, amely arról szólt, hogy önök az ellenzék minden egyes állításukat vagy hazugsággal spékelik meg, vagy eleve a feltételezésük sem igaz. Igen, ők mindig ezt állítják, vagy próbálják ezt beállítani, és azzal, azzal az erővel, amivel ők ezt hangoztatni, vagy híresztelni tudják, ott ezt el is mondják. Ehhez képest a valóság többnyire bekövetkezik, és ebben az esetben is így van, hiszen a törvényben benne van ez a lehetőség, és ott egyébként a 400 óra benne van, az pedig viszonylag egyszerű osztással megoldható, hogyha ezt 8-al elosztjuk egy napra, akkor 50 héten keresztül dolgozhatnak egy nappal többet az emberek. És egyébként pedig, hogyha egy munkahelyi vezető, egy munkáltató lehetőséget kap arra, hogy törvényesen járjon el, és a törvényesek keretek között elrendelheti a dolgozó egyetértése nélkül ezt a túlmunkát, akkor mire várna ő? Meg fogja tenni? Mondok egy egyszerű példát, az egyik nagy kereskedelmi lánc a múlt héten rendelte el azt, hogy a különböző munkaköröket, amely eddig volt árufeltöltő, volt pénztáros és a többi, már is összevonta őket, és gyakorlatilag bárkit bármelyikben tudják foglalkoztatni. Ők hiába tiltakoznak pillanatilag. A törvény lehetőséget ad, már meg is tették. Hát egy nagy német autógyár pedig konkrétan azt nyilatkozta, hogy ők ugyanezt nem kérték, és ők nem is így működnek, úgyhogy nem is értik, miért rájuk hivatkoznak. Hát ugye ez volt Szijjártó itt a... Péternek ugye volt egy nyilatkozata, ami arról szólt, hogy, hogy a német autógyár lobby vagy nagy tőke mennyire örül ennek a törvényjavaslatnak. Azt kérdezem meg, hogy ön egyébként sikeresnek tartja az ellenzék fellépését tegnap, hiszen végül is azt a célt nem érték el, amit ugye ígértek hétfőn, hogy ezt a törvényt, mert megakadályozzák, hogy ezt a törvényt a parlamenti többség elfogadja, mert most vitatott körülmények között, itt most ugye én úgy a szakértői vélemények alapján úgy látom, hogy a többség inkább azt mondja, hogy, hogy a szabályozás hiányos ugyan, de hogy ez jogszerűen szavazta meg a parlamenti többség furcsa körülmények között, ez kétségtelen ezt a törvényt, tehát ez sikeresnek értékeli, és azok, akik esetleg hát nem elkötelezetten figyelik a politikai eseményeket, hanem mondjuk bizonytalanok, ön szerint szimpatikus volt az ellenzéknek ez a fellépése, amit láttak, hiszen azért tényleg feszekedték a határokat, ezt itt ki lehet mondani. Kétségtelenül így van, nagyon a határon járunk, olyan dolgokat teszünk, amit még egyébként nem próbáltunk ki, vagy nem mindent egyszerre, és pláne nem úgy, hogy az ellenzék teljes köre egyébként ezt egyöntetően megteszik. Én azt gondolom, hogy sikeres volt. Sikeres volt abban a, mondhatnám, abban a vita szakaszban eljutottunk odáig, hogy a külügyminiszter elszólja magát, vagy tudatosan mondja azt, és hivatkozik olyasmire, hogy azt mondja, hogy a német autógyárak azok, akik ezt kérték tőle, majd egyébként kiderül, hogy egyébként ilyen nem kértek, köszönjük szépen, ők majd élnek a lehetőséggel, ha így van, de egyébként ők nem kértek ilyet. És akkor kiderül, hogy nem kértek ilyet a szakszervezetek, nem kértek ilyet a munkáltatók, akkor ki és miért találta ki ezt az egész történetet, amiről azért tudnunk kell, ez nem az első alkalom, hogy ezzel a kormány próbálkozik, hanem egyszer már nekifutottak ennek, és akkor visszavonták, akkor elléptek ezelől, vagy megoldották, nem mentek végig ezen a történeten. Na most egyébként pedig az ellenzék politikai fellépése, hogy az, én azt gondolom, hogy a parlamentben mindenképpen sikeres volt, hiszen ennek célja nem lehetett más, hiszen ott van a választási eredmény, össze lehet adni a képviselőket, és látszik, hogy hogyan ültek és álltak bele ebbe a történetbe. Az a figyelemfelhívás, hogy emberek, vegyétek észre, hogy mit tesznek veletek. És akkor eljutunk az éhségsztrájktól egészen odáig, hogy a parlamentben szerintem úgy szoktuk mondani, hogy a falig elmentek. Azok a módszerek, azok, amiért Kövér László már azt ígéri, hogy igenis olyan büntetést fogok kiszabni, ami nagyon fog fájni. Hát, meg is jött erre. Az első
szankció, nem? Egy 500 ezer forint. Így, már ők már valami, igen, jó, azt hiszem, csak hogy ez még csak a hétfő. Csak a hétfő. Tehát... Egy pillanatra álljunk meg, mert előbb láttuk Harangozó Csillát egy helyszínen a városban, sőt az előbb feltűnt itt a vonulók között ismét, de van egy másik helyszín, a Kossuth tér, ahol elméletileg tartanak a tüntetők, és ahol ott van Molnár Fuzsina kolléganőm. Adjunk neki is szót, hogy lássuk, hogy merre felé halad az este a belvárosban. Szervusz, Fuzsi! Szervusz, Egon, bocsánat, csak nagyon rosszul hallok, mert visszaértünk most már ide a Kossuth térre, a kiindulási pontunkra, és itt újra nagyon hangosan szól a zene. Hát gyakorlatilag a tüntetők, nehéz eldönteni, hogy a tüntetők futtatták meg a rendőrökkel a várost, vagy fordítva. Ugye innen indultunk el a Kossuth térről körülbelül 17:30 a tüntetőket, vagy igen, 18:00 után a tüntetőket követve. Végigvonultak a tüntetők a Margit hídon, majd a Budai rakparton. A Lánchídon vissza a Roosevelt tér, József Attila út, Andrássy út, Oktogon, Nagykörút, Alkotmány utca érintésével visszajutottak ide a Kossuth térre. Meglehetősen erőltetett tempóval haladt a menet. Több olyan idősebb ember is volt egyébként a menetben, aki nagyon nehezen bírta ezt a tempót. Többen ilyen walking nordikos bottal próbálták tartani, de tartották egyébként lelkesen. Most visszaértünk ide a Kossuth térre, egyelőre nem lehet tudni, hogy itt mi fog majd most történni. Itt körülbelül most egy olyan 3-4 ezer ember lehet a becslések szerint, és egyelőre továbbra is nagyon békés a hangulat. Tehát a tegnapi atrocitásnak nyoma sincsen. Senki nem akar a rendőrökkel sem kötözködni, és a rendőrök sem kötözködtek a tüntetőkkel. Végig kísérték a tömeget egyébként mindenféle probléma nélkül. Szaladtak végig a tömeggel. Amit lehetett látni, és ami számomra nagyon érdekes volt, tegnap már ugye Harangozó Csilla kolléganőm is hasonlóról számolt be, hogy az autósok és a villamoson tétlenül ülők meglehetősen szimpátiával követték a tüntető tömeget, többen integettek, többen mosolyogtak, és többen integettek az ablakokból is, amit a tüntetők természetesen hangos dudaszóval és éjjelzéssel köszöntek meg. Meglátjuk, hogy mi történik még itt a Kossuth téren, és hogyha úgy adódik, akkor jelentkezünk még. Fuzsina, köszönöm szépen. Ezt a szimpátiát érzékelik önök is, képviselő úr? Történt valami tegnap óta? De másképp néznek az ellenzékre azok, akik ideig kételkedtek az kötelezettségükben, az elszántságukban? Szerintem hétfőn kezdődött ez már, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ez a 2925 darab módosító indítvány az egy olyan kezdeményezés és annak következménye és az akkori események, akkor kezdődött, és ez az, amikor azt mondjuk, hogy elmegyünk a falig, tehát amikor még az erőszak nem következik be, mondhatnám, amikor még vér nincs. Van, aki azt mondja, hogy az is kell egyébként, de azt gondolom, hogy a parlamentben ennek nincs helye. Ott egyébként az ellenzék a véleményem szerint azért is lehet sikeres, mert a demokratikus eszközöket használ még. Aztán persze a büntetés jön, mert nem csak papíron küldenek levelet, hogy mennyivel büntetnek meg. A tegnap este a könyvgázzal kellett szembenézni, és remélem most én oda tartok a Kossuth térre innét, hogy ma este már nem így oszlatják a tömeget, és nem véletlenül azt mondtuk, hogy már pedig elfogadhatatlan, ami ott tegnap este történt. Viszont ide csatlakozva Pintér Sándor nemrég adott ki egy közleményt, amiben ő azt állította, hogy rég nem látott támadás érte a rendőröket a tegnapi tüntetésen, és ilyen mértékű és intenzitású támadás már nagyon rég nem érte a rendőröket, akik testi épségük kockáztatásával rendíthetetlen nyugalomról és türelemről tettek tanúbizonyságot, és amúgy a demokráciát rendbontók zavarták meg, erről önnek mi a véleménye? Én úgy éreztem inkább, mint hogy rég nem látott forradalmi hangulat van ott abban az emberek között. Az a több ezer ember, aki ott volt, az úgy érezte, hogy eljött a pillanat arra, hogy a tiltakozását ő ilyen módon is kifejezze. Én azt gondolom, hogy bizonyára volt olyan, ami ilyen szempontból akár kritika érez, vagy inkább úgy mondom, hogy van olyan, ami nem minden tetszett mindenkinek. De végre az történt, ami a parlamentben és az utcán egyszerre megszólaltak azok, akik ez ellen a rezsimmel szembeszállnak, szembe mennek, és mondhatnám, hogy mert olyan hangulatban inkább általános ez volt, és ebben persze benne van, hogy azok a törvények, amelyeket tegnap elfogadtak, azok nagyon sok embert sértenek, nagyon sokat bántanak, és ők is jelen voltak, és ezt is elmondták. Hát forradalmi hangulatról beszélt, de azért lássuk be, hogy ha ez nem egy kritikus tömeg már, mint a mennyiségét tekintve. Tehát hogy elhangzott az, hogy itt sokan szimpatizálnak a tüntetőkkel, de valamiért olyan tömegesen mégse csatlakoznak hozzájuk. Tehát azért nem 10 meg 100 ezer ember, meg 200 ezer ember tüntet most a parlament előtt. Láttunk már azért ilyet is a legújabbkori magyar történelemben, tehát ettől még messze vagyunk. Ma még így van. Azt remélem, hogy
például annak hatására, amit ez a törvény jelent egyébként, és ami visszalök bennünket 30-40 évvel, most maradjunk itt a munkatörvénykönyvének módosítása a rabszolgatörvény mellett, hogy ez a szakszervezeteknél is, mert ez ma nem a pártokon múlik elsősorban, ez inkább azon múlik, hogy az emberek mit akarnak, az ő forradalmi hangulatuk változtathatja meg a helyzetet, és vehetik vissza maguknak ezt az országot, és nem pedig egy szűk rezsim irányítja, és foglalja el a kormányt, az államot, és ezen keresztül zsákmányolják ki őket, és ha nekik ebből elegük lesz, akkor az a remélt, várt, vagy én általam állított jövő évi nagy tüntetés, amikor munkavállalók úgy döntenek, hogy őnekik ebből elegük volt, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy akár 10 000-ek, akár 100 000-ek. Ez szakszervezeti ügy? Ezt a szakszervezetekre bízzák a pártok, vagy akár maga a DK, vagy kívánnak ebből részt maguknak? Az ellenállásban mi mindenképpen részt veszünk. A Demokratikus Koalíció ebben az értelemben kezdeményezője volt. Akár a passzív ellenállással, akár az országjárással, akár azzal, hogy ott vagyunk a parlament előtt. Én azt gondolom, hogy nálunk nagyon egyértelmű az, hogy azok az európai magyarok, akik bennünket támogatni akarnak, azoknak mindig elmondjuk azt, és mindig arra hívjuk őket fel, hogy egyszerre a parlamentben, és egyszerre azon kívül, azelőtt, és Pécstől Győrön át Szolnokig, ott, ahol megállítják az autókat, és félpályás út lezárás van, és én azt remélem, azt várom, hogy lesz ennek egész pályás lezárása is, és a kormányt észhez térítik, elsősorban azért, hogy a döntéseit vonja vissza, másodszorban, hogyha erre nem hajlandó, akkor pedig elkergetik őket. És februárban önök visszaülnek a parlamentben, mert ugye tegnap már Gyurcsány Ferenc ugyanitt ebbe a stúdióba azt pedzegette, hogy nem sok értelme lenne ennek, tehát hogy van-e már bármiféle forgatókönyv kialakulóban önöknél? Végleges forgatókönyv nincs. Lehetőségeken mindenképpen kell gondolkodni. A Demokratikus Koalíciótól nem áll messze, vagy nem idegen. Ugye az elmúlt két évben, vagy két évvel ezelőtt is, éppen amikor a Népszabadságot bezáratták, és a sajtószabadság egy nagyon fekete pillanatában úgy döntöttünk, hogy ezt nem érdemes a parlamentben folytatni. Még akkor sem, hogyha amúgy egyébként valamennyi pártot, az ellenzéki pártotnál kezdeményeztük azt, hogy együtt vonuljunk ki. Ott önállóan is megtettük. Azt azonban megtanultuk ebben az időszakban, és szerencsére most ezt látjuk, hogy az ellenzéki pártok közös fellépése, annak van hatása nem csak a nyilvánosságra, hanem egyébként a közvéleményre, az emberekre is. És éppen ezért, hogyha ebben közös fellépés van, akkor a közös eljárásban ott leszünk. Képviselő, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre. Köszönöm állt. Szépen. Megyünk a Kossuth térre. Hát igen, önök gondolom. Igen, mi maradunk, mi is figyelünk, annyira figyelünk, hogy majd a következő órákban remélem önökkel együtt itt képben is leszünk, annyira, hogy 9:30-kor rendkívüli híradóval is jelentkezünk. Előtte viszont, és egészen addig Jakubcsek Gabriella következik, mint minden este 8:30-kor. Kérdezem is Gabit, hogy mi lesz a műsorban. Szervusz, Gabi! Jó estét kívánok! Ma is jelentkezik a Jakubcsek Plusz. Az első témában azt boncolgatjuk, hogy vajon kinek van nagyobb szüksége a bölcsödére, az anyának vagy a gyereknek. A második témánk pedig a nyíltan magukat felvállaló, tökéletlen anyákról szól. Várom önöket 8:30-kor. Én pedig várom önöket 21 óra, tehát 9:30-kor, amikor rendkívüli híradóban jelentkezünk. Viszontlátásra!